A mi esetünkben a társadalmi vállalkozás azt jelenti, hogy olyan gazdasági tevékenységet folytatunk, amit a helyi sajátosságokra épül, kifejezetten a helyi közösségnek akar szolgáltatásokat biztosítani, a helyi közösségen akar segíteni, többféleképpen. Ugye, helyi alapanyagokra építjük a vállalkozásunkat, a termékfeldolgozást, helyi munkaerőt alkalmazunk, tehát munkahelyeket is biztosítunk. A mi célkitűzésünk az, hogy nagyon jó minőségű termékeket állítsunk elő, alapvetően városi piacok kiszolgálására. Ugye itt a növénytartósító kisüzemben adalékanyagmentesen, tartósítószermentesen, csak hőkezeléssel rakunk el zöldségeket, gyümölcsöket, készítünk lekvárt, savanyúságot, paradicsomszószokat, szörpöket, elsősorban idény termékekből. Minden olyasmit, ami egy városi konyhán hasznos lehet egy bevásárláskor. Eszébe juthat egy háziasszonynak, hogy az jól fog kinézni valami kiegészítő termékként az ő konyhájában. És ugyanígy a hústermékeink is olyan füstölt áruk, amik a hagyományos ízeket követik, a hagyományos, itt megszokott technológiát átvéve ezt az ízvilágot közvetítik. Egyfajta felvásárlók is vagyunk itt a faluban. Tehát ha valaki zöldséget tud termeszteni, olyasmiket, amit itt az üzemben mi használni tudunk, akkor meg is tudjuk tőle vásárolni ilyen módon. Vissza tudjuk hozni azt a 20-30 éve elfeledett rendszert, hogy aki háztáiba termel, az biztonsággal el tudja adni a termékeit. Egyébként a szociális szövetkezet az teljes mértékben a falu fejlesztési programjának a része, arra épül, amit itt a falu intézményei közösen képviselnek. A szövetkezetnek tagja a gyulai-községi önkormányzat is, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is. Ugye ez a két szervezet az, amelyik Gyulajnak a fejlesztését most már lassan egy évtizede közösen viszi előre. A szociális szövetkezet, meg ez a gazdasági tevékenység, ami itt zajlik, ez ennek egy keresztmetszete, lenyomata, egyfajta kitörési irány, fejlesztési lehetőség. Ráadásul, hogy mi saját márkanévvel tudtunk megjelenni a piacon, ugye a Jováncai hétpecsétesben, benne van Gyulajnak a múltja, a régi falunak a neve, hogy ez, hogy meg tud jelenni piacokon, ez itt egyfajta büszkeséget jelent az embereknek, hogy ez a saját termékük, hogy Gyulajról is kikerül valami olyan, ami a környező városok lakosai számára is érték. Nyilván túl kell lépnünk a falu adta lehetőségeken, hogy nem csak Gyulajnak termelünk és gyártunk mindenféle terméket, hanem a környéknek, de akár országos megjelenést is tudunk ezekkel a termékekkel már megcélozni, viszont ehhez ismertség kell. Marketing nélkül, reklám nélkül nagyon nehezen tudunk betörni piacokra. Mi egy kis cég vagyunk, olyan típusú társadalmi vállalkozás, ami mögött sok tőke nem áll. A reklám drága dolog, úgyhogy mi minden marketing lehetőségnek, vagy megjelenési lehetőségnek fokozottan örülünk. Az OFA-nak ez a pályázata, a hozzáadott helyi termékdíj, ez egy nagyon jó megjelenési forma az ilyen típusú szervezeteknek, mint mi, hiszen nyilvánosságot tudunk kapni, meg tudjuk mutatni magunkat. Ez egy nagyon aprólékos, hosszú munka, de mi úgy látjuk, a mi életünkben azt tükröződik vissza, hogy ezt abszolút megéri csinálni, ezzel érdemes foglalkozni. És egyébként, ha az ember jól összerakja az alapokat, akkor még üzletileg is megéri egy ilyen vállalkozást. Tehát lehet annyi profitot termelni, ami eltartja magát a céget. És ha még ezen fölül is van anyagi eredménye a tevékenységnek, akkor azt meg vissza lehet forgatni a helyi közösségbe. Csak biztatni tudunk minden hasonló társadalmi vállalkozás, szociális szövetkezetet, hasonló falut, ott az önkormányzatot, hogy vágjanak bele egy ilyen tevékenységbe. Nehéz és kockázatos, de megéri.